60 fölött 3-at ugrik, 70 fölött 2 ugrik, 80 fölött 1-et ugrik, páros lábbal fölfelé. 1, 2, mehet! Ugyanöknek is rögtön beugrik, kimondta ezt a lelkesítő ukázt. Mostban sarolta különleges hangkordozása, majdnem minden elsőprő lendülete, pozitív kisugárzása és ironikus humora egyedülálló volt a magyar sportéletben és a honi egészségvédelem területén is. Ezek a jelzők 2021. április 24-től már csak múlt időben mondhatók. 76 éves korában meghalt a nemzet sportolója. Itt a normafán szerintem minden bokrot ismerek, és ha eltűnik egy fa, akkor azt is A mindenki által csak saciként emlegetett tájfutó néha azért kimozdult a hegyvidékről is. Egyik ilyen alkalommal nyert egy tájfutó világbajnokságot, a maraton vb n második lett, és 40 magyar bajnoki címet nyert táj- és sífutásban. Ám a világra szóló sportesemények mellett legalább ekkora sikereket ért el az egészségnevelés terén. Egy vacak kis aranyos, finom túrorudi, a 100 kalória, ehhez bizony egy 60 kilós embernek, ez nem egy dagatelizott, tehát egy 60 kilós embernek kell kb. 20 percig keringőznie, és az egy munkás tánc. Szóval egy jó partner esetleg 20 percig, de azért egy túl, hát inkább akkor nem eszem. Az elhízás veszélyeit kevesen fogalmazták már meg ilyen érthetően és humorosan. A bolondozással, a humorral annyi mindent meg lehet oldani, és akkor ezt hozzáveszünk, hogy legeslegelőször én meg a középsuliból bohócnak akartam menni. A végén pedagógus lett, aki élete végéig tanította az embereket élni, jobban élni. Az a legrokonszenvesebb akaraterő, ami sugárzik belőle, hogyha ő valamit jónak tart, akkor azért tűzön vizen keresztül mindent megcsinál. Akaratos, önfejű, eh, csupaszív, amit rettenetesen tagad, hogy nehogy észrevegye valaki rajta. Ezt mondta róla élete párja és egyik legjobb barátnője, amikor elhatározta, hogy minden erejét a magyar nyugdíjasok megmozgatására fordítja. És ugyan nem mutatta, de az erő egyre fogyott. Először egy agy, illetve gerincvelő gyulladást okozó kullancsípéssel, aztán egy sok éves szenvedést okozó rossz indulatú daganattal harcolt. Szeretném, hogy a én kis birodalmam, a városmajor, az, az maradna szép, zöld és gyönyörű, mint, mint, ahogy az is most tavasszal eleve, és hát a budai hegykosszorú, aminek egy jó nagy része bizony a hegyvidék 12. kerületé, ahol majdnem minden bokor köszön nekem, hogy mi van öregasszony, már megint itt vagy. A hegyvidéki fák és bokrok április 24-én fejet hajtottak, és elhallgattak egy időre.